És aztán találtam egy idézetet, 1998. április 9-én a Magyar Nemzetben azt mondta a miniszterelnök, akkor még ellenzéki pártelnökként, hogy soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti, rajta kívül nincs más alternatíva, mert aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar. Hát én azt gondolom, hogy ezt tapsoljuk meg. Láttam ezeket az alapokat a szelíd motorosokban. Azt hittem, nem igaziak, nem, hogy száz számra lennének. Így vagyunk ezzel mi is, én is így vagyok ezzel, hogy bizony. Az, aki azt állítja magáról, hogy nincsen alternatívája, az királynak képzeli magát. Hát vagy Napóleonnak, ugye attól függ, hogy milyen magas. Nem tudom, emlékeznek erre a kör alakú valamire, amiről sokat beszélt a miniszterelnök még a kampányban, a sör alátét, hogy arra fog elférni a személyi jövedelemadó bevallás is, meg a vállalkozóknak a különböző adói is. Hát tudják, valahogy szerintem méretet tévesztett a miniszterelnök, vagy lehet, hogy nem tudom, a szemével minden sokkal nagyobbnak lát, amikor ránéz. Ez néha a szexuális életben baj lehet, mert nagy csalódásra ad okot a hölgyeknek, mert szerintem nagyjából egy ekkora sorolátétre férne csak rá az a sok adó, amit most egyébként ki kell fizetni. Mi a fenéről beszélnek ezek az emberek?